Első alkalommal rendeztek Palánta Fesztivált Zalaegerszegen. Az eseményre közel 20 zalaegerszegi és környékbeli kistermelő hozta el palántáit, amelyek mellé szakmai tanácsokat is kínálnak. A programról Frauenhofer Márta kérdezi vendégét. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Mostantól csak is ilyen időjárás kívánnak a termelők, mint amilyen ma Zalaegerszegen van. Múlt héten sajnos nem lehetett megrendezni ezt az első zalaegerszegi palánta fesztivált, most viszont az égiek is befogadták kegyeibe a rendezvényt, így nagyon sokan vannak itt a zalaegerszegi termelői piacon, és érdeklődnek a paláták iránt. És hogy honnan jött ennek a fesztiválnak az első alkalommal történő megszervezésére az igény, ezt már a főszervezőtől kérdezem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye elkezdtük a gyümölcsöző kiskertek sorozatunkat, ami egy elméleti beszélgetés, és ehhez kapcsoltuk azt, hogy gyakorlatban első kézből tudjanak tájékozódni a kedves vásárlók a különböző palántafajtákról, az ültetésről, és ehhez kapcsolódó témákról. Mekkora volt az érdeklődés a termelők részéről? Hányan jöttek ki ide? Hát közel 20 termelő jött ki palántával, megtalálható a muskátlitól a virágpalántákig, a különböző zöldségpalántákig, a cserjékig, tehát nagyon sokfajta palántát hoztak ki a termelők. Úgy láttam itt, mikor körülnéztünk, hogy nagyon népszerűek a különböző paprika és paradicsom palánták. Igen, mind itt hátunk mögött is lehet látni, nagyon sokfajta, 40 fajta paprikát hoztak ki, és paradicsomból is 23 fajta legalább itt kint van. Tapasztalható az, hogy egyre többen gondolkodnak úgy, hogy megtermesztik maguknak legalább az étkezéshez szükséges zöldségeket, gyümölcsöket? Igen, egyre többen jönnek ki, és vásárolnak, lehet látni, hogy kisebb mennyiségben, tehát, hogy magas ágyásokba, vagy zárt ingatlanokba ezeket szeretnék elültetni. Ma nem csak vásárolni lehet, illetve információkat szerezni a palántázás nagyon fontos tudnivalóiról, hanem rengeteg program is van. Igen, kapcsolódik hozzá. A Sandoknál szakmai előadásokat tartottak, és érdeklődni lehet arról, hogy azokat a fajtákat, amit kiosztak, például a palántát, vagy az epe palántát, hogy azt hogy kell gondozni, hogy kell elültetni, és mit kell vele tenni, hogy nagyon sok termés legyen rajta. És a programok, kísérő programok, zenés rendezvények? Igen, különböző kulturális programokat csatoltunk hozzá, itt a népdalénekesektől a néptáncosokig, az óvodásokat, helyi iskolákból jöttek fellépni. Ehhez kapcsolódóan pedig az épületben, a palánta jegyében különböző ingyenes kézműves foglalkozásokat tartunk. Kicsert Bernadettnek nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, itt az első egerszegi palánta fesztiválon kaptuk ezt a fontos információt, hogyha a következő napokra még mondanak fagyokat hajnalra, vagy akkor a reggeli órákra, akkor érdemes még egy kicsit tolni a palántázást. Ezek a palánták elállnak a cserében. A kiültetéssel várhatunk még akár egy-két hetet is. Frauenhofer Mártának köszönjük szépen.